Köszöntöm mai vendégeimet, dr. Kékesné Gyimóti Mária rendőrezredest, akitől az elmúlt napok a hétvége krónikáját halljuk majd, és Gál Jenő rendőrőrnagyurat, aki pedig vezetéstechnikai tanácsokkal szolgál majd. Mi történt az elmúlt napokban? Hírek elejére kívánkozik egy érdekes történet. Őrizetbe van Siklóson egy besurranásos lopásokat elkövető 75 éves idős asszony. Elég furcsa ez, és a praxisunkban szinte talán nem is fordult volna elő, hogy ilyen magas életkorú személy kerül őrizetbe. Ez a hölgy már 43 év jogerős elítéléssel rendelkezik, ebből 15 évet börtönben is töltött. Ebből látszik, hogy specializálta magát a besurranásos tolvajlásokra. Általában pénzt és aranyat vitt el a károsultaktól, és érdekessége volt a hölgynek, hogy ha véletlenül tetten érték, akkor ártatlan arccal azt mondta, hogy ő bizony szállást keres. Ezek szerint teljes szellemi frissességnek örvend. Így van, és jelen esetben végül is több károsultat károsított meg Siklóson is és környékén, és egy tettenéréskor bukott le. Egy családi házba járt éppen a hölgy, amikor az egyik családtag váratlanul napközben hazament, és észrevette, hogy bizony a hálószoba szekrény föl van dúlva, és hiányzik a pénz és az arany, és szerencsére még kifele menet a lakásból az ott lévő 75 éves hölgyel összefutott. Itt is megkérdezte tőle, hogy mit keres itt, a hölgy természetesen azt mondta, hogy szállást. No, szószót követett, lényeg az, hogy a rendőrséget értesítette ez a családi ház tulajdonos családtag, és a rendőrség kiérkezéséig őt ott fogva tartották. Ebben az utolsó esetben egyébként az ellopott pénz és aranyékszer a hölgynél volt, mégis szerencsére elő is került. Az idős hölgy a rendőrség őrizetét élvezi. A második esetünk, ha jól tudom, megint gépkocsi lopásokkal kapcsolatos. Így van, őrizetbe vettek egy vámfai fiatalembert, aki egy éjszaka folyamán már a második személygépkocsit próbálta meg elkötni. Egy pécsi férfi tett feljelentést a rendőrségen, hogy az éjszaka folyamán a lakása előtt parkoló zsiguli kocsit valaki az ablakát annak betörte és elindította, és azzal 100 métert közlekedett. Ezt követően lettek figyelmesek a gyárvárosi rendőrös járőrei egy fiatalemberre, akit éjjel 2-kor fogtak el, amint éppen egy másik gépkocsit is próbált meg ellopni. Ezt a férfit is őrizetbe vették, kollégáim. Alig múlik el hétvége súlyos közlekedési baleset nélkül. Így volt ez sajnos az elmúlt hétvégén is, jön a jó idő, és úgy tűnik, hogy egyre többen keresik fel Pécs melletti kedvenc üdülő körzetet, Orfű falucskát, és a baleset is itt történt szombaton néhány perccel 8 óra előtt. Egy 27 éves pécsi fiatalember személygépkocsijával egy jobb kanyarba kisodródott, és átment a bal oldalra. Egy ott parkoló, gépkocsi mellett álló férfiben, 47 éves gyalogos férfibe ütközött, oly módon, hogy a gyalogosnak súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek. A kár egyébként nagyon tetemes, 3,5 millió forint. A baleset oka úgy tűnik, hogy egyértelműen a sebesség nem megfelelő megválasztása volt. Mindenképpen felhívnám a nézők figyelmét, hogy főleg olyan helyeken, ahol nincs járda, tehát kénytelenek a gyalogosok is az úttesten közlekedni, nem véletlenül van kinn a sebességkorlátozó tábla. Azon kívül ilyen helyeken, ha jön a jó idő, és főleg nyáron, amikor a strand is üzemel, sok kibeszálló felnőtt gyerek van, érdemes fokozottabban odafigyelni, nehogy tragédia történjen. A rendőrös asszonytól megszoktuk már, hogy a beszámoló végére mindig tartogat valami különlegességet. Így van ez a mai napon is. A Szigetvári rendőrkapitányság körzetébe tartozó Szendénesről jelentették, hogy az egyik lakásba ismeretlen tettesek ablakbetörést követően bementek, és 13 ezer forint értékű savanyúságot loptak el. Megmondom őszintén, én a praxisomban nagyon sokféle lopással találkoztam, főleg mióta a TV híreket mondjuk. Kolbászlopás, húsfüstölőből, húslopás, hújtóládából, stb. Ha élelmiszerekről volt szó, savanyúsággal még nem találkoztam. De ez logikusan következik a húslopások után, gondolom, kiegészítőnek. Nagyon szépen köszönöm. Őrnagyúr, miért kell beszélnünk vezetéstechnikai tanácsokról? Először is elmúlt a tél. A tavasz egy évszakváltást jelent, megváltoznak az útviszonyok, megváltoznak a látási viszonyok, és
ehhez fel kell készülnünk lélekben is és gyakorlatban is. A nedves utak veszélye még mindig fennáll, annak ellenére, hogy a tél úgy tűnik talán már elmúlt a fejünk fölül. Az ilyenkor párra lecsapódott nedves, tócsás útszakaszok még talán veszélyesebbek, mint az általában állandóan nedves út, hiszen hirtelen futhatunk rá egy-egy ilyen szakaszra, tehát erre oda kell figyelni. És jó útviszonyok mellett is nagyon könnyen megcsúszhat az autó, főleg, hogyha nem megfelelő sebességet alkalmazunk. Lásd itt ezt a hétvégi balesetet. Egyébként pedig a gyorsítás, fékezés, patkára futás mind-mind veszélyeket hordoz magával, tehát ezekre oda kell figyelni. Ugye most jönnek az esős időszakok, ennek van egy különleges veszélyes része, ez a, hogy is hívják, aquaplaning, amikor szinte nem tapad a kerék az úttesthez, hogy egy vízhártya réteg keletkezik között, és egyszerűen se fékezni, se kormányozni. Igen, ez egy speciális kifejezés az aquaplaning, amit akkor alkalmazunk, amikor a kerék és az aszfalt között a víz réteget már a gumi profilmérsége nem tudja elvezetni, és ekkor tulajdonképpen egy vízen csúszás jelenség, mint egy korsolyozás. Honnan tudom én, őrnagy úr, hogy ilyen az úttest, tehát hogy ez a veszélyhelyzet előállhat? Egyértelműen, ha összefüggő vízréteget látunk az úttest környékén, az úttesten, akkor ilyenre mindenképpen számítani kell. Veszélyesebb a dolog akkor, hogyha ez csak az egyik oldalon jön létre, hiszen a tapadási viszony az egyik oldalon és a másik oldalon megváltozik, akkor automatikusan kormányozhatatlan a jármű. De ha mindkét oldalon létrejön az aquaplaning, akkor is a gépkocsi arrafelé fog haladni, amerre eredetileg ment, és tulajdonképpen a tapadás megszüntetésével se fékezni, se kormányozni nem lehet. Amikor pedig visszaáll a tapadás, mert vége a tócsának, akkor az autó arra fog kitörni, amerre a kerekek állnak. Ha időközben elfordítottuk a kereket, akkor valószínűleg abba az irányba, tehát vagy a szembejövőnek, vagy az árokpartnak. Ugye van egy alapszabály, hogy mindig úgy kell vezetnünk, hogy felkészülve legyünk valamiféle veszélyhelyzetre. Hogyan lehet ezekre egyáltalán készülni, hogyan lehet elhárítani? Első és legfontosabb az, hogy mindenki vegye azt tudomásul, hogy a csúszósúrlódás, amikor a kerekek csúsznak, az mindig sokkal rosszabb és irányíthatatlanabb, mint a gördülősúrlódás. Tehát valahogy meg kellene próbálni azt a határt elérni a gépkocsival, amikor a kerekek még gördülnek és fékezhetőek. Ha minden autóban volna ABS, ugye? Így van, ABS, illetve ASR típusú kipörgésgátlók. Sajnos nem itt tartunk, vannak már olyan komoly járművek, amiket igen komoly erőfeszítés árán lehet csak megcsúsztatni, de nem az a jellemző. Úgyhogy próbáljuk meg elkerülni egyáltalán a kerekek blokkolását, akár indulásnál a túlpörgését, akár kanyarban a túlpörgését, illetve a fékezésnél a blokkolást. Ezt lehet szakaszos fékezéssel, illetve érzékkel, emberi érzékkel, ha van akinek ez begyakorlott tevékenység, akkor ezt nagyon jól meg tudja oldani. Én mindenkinek javaslom, hogy forgalommentes helyeken, akár száraz aszfalton is próbálgassa ki az autóját, vagy különböző útviszonyok mellett. Elég gyakori helyzet, néha akaratunkon kívül, mert esetleg mások is rákényszerítetnek arra, hogy letérjünk az útpatkára, és ilyenkor egy újabb helyzet állhat elő, mégpedig nem is veszélytelen. Így van, a patkára futásnak nagyon sok veszélye van. Először is mindig azt próbáljuk, amennyire ugye a cselekvésnek urai vagyunk, elkerülni, hogy a frontális ütközést valahogy messzire elkerüljük. Tehát a frontális ütközésnél minden jobb. Akkor már a legkisebb rosszat kell választanunk, és ha szembe nem megy, akkor le kell mennünk az útról. Ha patkára futunk, akár saját hibából, akár mások hibájából, akkor nem szabad hirtelen fékezéssel és hirtelen kormánymozdulatokkal reagálni erre, tehát nem szabad megijedni magyarul, hanem higgadtan és átgondolva, cselekedve egy lassú fékezéssel és gördülő kerékre hozással vissza kell kormányozni a gépkocsit lassú sebességnél az útra. Haj, de szépek ezek az elvek, tudjuk is elméletben, de aztán milyen nehéz ez betartani akkor, amikor ez a veszélyhelyzet előáll. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.